Korszerűbb körülmények, jobb ellátás, több mint 5,5 milliárd forintból újul meg a Szent Margit rendelőintézet. Tehetségbarát önkormányzat díjjal ismerték el a hegyvidéki önkormányzat munkáját, a címmel járó pénzt helyi óvodák programjainak támogatására fordítják. Kerékpáros járőrök járják a hegyvidéket, nem csak a bűnözők elfogásában segítenek, de ha kell, útbaigazítást is adnak a turistáknak. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Megújulnak a 3. kerületi Szent Margit rendelőintézet telephelyei. Nem csak a Vörösvári úti és a Csobánka téri rendelőépület újul meg, de a műszerparkot is modernizálják. Az Egészséges Budapest program keretében több mint 5,1 milliárd forintot fordítanak a fejlesztésekre, ezen kívül a helyi önkormányzat is közel 0,5 milliárd forinttal járul hozzá a korszerűsítésekhez. Ezek az eszközök láthatóan nem a legkorszerűbb vonalat képviselik a Csobánka téri Szent Margit rendelőintézetben, ám az itt dolgozók ma is mindent kihoznak belőlük, amit a fizikoterápiás kezelések során ki lehet. Kormányzati támogatás révén hamarosan újabb, sokkal modernebb berendezésekre váltják a régi gépeket, és akkor a tervek szerint a mostaninál sokkal rövidebb lesz a várakozási idő, és még hatékonyabbak lesznek a beavatkozások. Itt egy nagyon fontos döntés történt meg a Szent Margit rendelőintézet esetében, hiszen egy 5,6 milliárdos felújítás történik majd meg. 480 millió forintot Óbuda-Békásmegyer önkormányzat a saját erőforrásait mozgósítva ad erre a célra, a magyar kormány pedig 5,1 milliárd forinttal támogatja ezt. Ez egy jó hír az itt lakó óbudai békásmegyeri embereknek, hiszen az a közös cél, akár kormány, akár önkormányzatról van szó, hogy a betegellátás színvonalát javítani tudjuk, az ide belátogató embereknek vissza tudjuk adni azt az egészséget, amivel korábban rendelkeztek. A 3. kerületi önkormányzat a hasonló jellegű, illetve volumenű támogatásokon kívül sok figyelmet és forrást szentel a betegségeket megelőző programjaira is. Sok futó és kerékpáros tömegsport programot szerveznek, kerületszerte 21 szabadtéri fitnessparkot építettek, és egyetlen év alatt majd 1500 ember ingyenes szűrését biztosították. Ám ezektől függetlenül is rendkívül fontos volt, hogy a kerületi alapellátást korszerűsítsék, és ehhez szükség volt a mintegy 0,5 milliárdos saját erő mellé a több mint 5 milliárdos kormányzati támogatásra is. Ebből részben a Csobánka téri szakrendelő külső felújítását elvégeztük. A támogatásból fogjuk jövőre a belső felújítást elvégezni, és utána pedig a Vörösvári úti szakrendelőt, illetve a tüdőgondozónak az átköltöztetését, és ebből a támogatásból tud megvalósulni az eszközparknak is a felújítása, fejlesztése. Úgyhogy ez egy rendkívül nagyvonalú és nagyszerű támogatása a kormányzattól. Ezzel tényleg 2-3 éven belül kompletten meg tud újulni a 3. kerületi szakrendelő alapellátás. A 2017-ben indított Egészséges Budapest program nem csak Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátását emeli új dimenzióba, hanem az egész főváros számára az eddigi legnagyobb kórház és rendelő rekonstrukciót is jelenti. 2019-ben is folytatódik a budapesti kórházfejlesztési program. Az Egészséges Budapest program keretében a következő években 700 milliárdos fejlesztés valósul meg a fővárosi és a megyei kórházakban. Csak orvosi eszközvásárlásra jövőre 42 milliárd forintot fordít a kormány. A következő években 3 centrum kórház jön létre a fővárosban, 7 önálló szakrendelőben és további 25 kórházban valósul meg jelentős fejlesztés. Nem csak a kórházi épületek újulnak meg és bővülnek, hanem a betegellátás színvonalát javító fejlesztések is folyamatosan zajlanak. A kórházak új eszközöket, új készülékeket kapnak. A fővárosi és az agglomeráció ellátásának javítását szolgálják a pénzügyi kormányzat jövő évi költségvetési tervei is. 2019-ben az idei évhez képest 191 milliárd forinttal költünk többet egészségügyi ellátásra, tehát azt gondolom, hogy a gazdaság növekedéséből megkapja az egészségügyi terület is azt a részét, amelyet optimálisan jól felhasználva jelentős változásokat tud elérni. A pénzügyminiszter által említett összeg körülbelül 10%-os keretnövekedést jelent az idei egészségügyi büdzséhez képest. Tehetségbarát önkormányzat díjjal ismerték el a hegyvidéki önkormányzat munkáját. A címmel járó pénzt helyi óvodák programjainak támogatására fordítják. Ünnepi pillanatok a hegyvidéki Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, ahol éppen az Árkaidi átadására kerül sor.
A hegyvidéki önkormányzatnak többek között ez a kezdeményezése is abba a tehetségprogramba illeszkedik, amelyikbe a Mézes Kuckó vagy a tehetségfejlesztés dráma pedagógiával projekteket soroljuk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben az évben is támogatja a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatokat, többek között pályázati úton és szakmai elismerések odaítélésével. Minden évben kiosztják a Tehetségbarát Önkormányzat díjat is, amelynek célja, hogy a helyi tehetségeket felkutató és támogató, valamint a tehetséggondozó szervezetekkel eredményesen együttműködő helyhatóságok munkáját elismerjék. Minket is megszólított az EMMI ezzel a pályázattal, hiszen mi itt az intézményeinkben fontosnak tartjuk azt, hogy a kiemelt tehetségű gyerekeket egyrészt felismerjük, és velük valamilyen módon foglalkozunk, igyekezzünk kiaknázni a tehetségüket. Az is nagyon fontos, hogy minden gyerek tehetséges, mindenki másban tehetséges, ezért aztán azt is fontosnak tartjuk mi itt a hegyvidéken, hogy minél több, minél színesebb programot biztosítsunk a gyerekeknek már óvodáskortól, hogy bizony ezt a sokrétű tehetségüket ki tudják bontakoztatni, illetve hogy minden kisgyerek kiderüljön az, hogy ki miben tehetséges. Az Országos Tehetséggála rendezvényén a sok éves eredményes tehetséggondozó munkáért 6. alkalommal adták át az elismeréseket. 6 tehetséggondozásban kiemelkedő önkormányzatot díjaztak, köztük a hegyvidéki önkormányzatot, amely a kerületi tehetséggondozó műhelyek színes programjáért, illetve a nívós szakmai előadásokért kapta a díjat. Maga ez a cím, a Tehetségbarát Önkormányzat cím, 1,5 millió forint díjazással jár. A pályázatban azt is rögzíteni kellett, hogy mi ezt mire szeretnénk költeni. Az összeg jó részét, 1,2 millió forintot szeretnénk az óvodákban működő tehetségműhelyekre költeni. De nem mi szeretnénk azt eldönteni, hogy most akkor hogy is osztjuk ki ezt a pénzt, hanem úgy gondoltuk, hogy az volna a legjobb, és az a leggyümölcsözőbb valóban, a legjobb eredménye annak lenne, hogyha az óvodák erre pályázhatnának. Ezért tulajdonképpen mi egy kis mini pályázatot csináltunk így a pályázat elnyerése után. Az egyes intézmények a tehetség műhelyeikkel, a különböző tehetségfejlesztő programjaikkal pályázhatnak ide az önkormányzathoz egészen szeptember közepéig, ahol leírják azt, hogy ők mire fordítanák az összeget. Maximum 300 ezer forintra pályázhat egy intézmény. A hegyvidéki önkormányzat vezetői abban bíznak, hogy így módon, vagyis a kis pályázatokkal sok intézményben sok jó ötletet tudnak támogatni. Fonti Krisztinától megtudtuk, hogy az EMMI pályázatból megmaradó 300 ezer forintot a budai oktatási napokra fordítják majd, amelynek idei témája a tehetséggondozás lesz. Befejezte a rendőrség a nyomozást a budai árrendőrök ügyében. Tavaly júliusban 4 férfi magát rendőrnek kiadva házkutatást színlelt egy főutcai lakásban, hogy az ott élő nőtől megszerezzék a lakásban tárolt több mint 3 millió forint értékű kábítószert. Ekkor azonban megérkeztek a valódi rendőrök, akik a 4 elkövetőt és a nőt is elfogták. A nyomozók ezután átvizsgálták a nő barátjának az autóját, amelyben 3,6 kg marihuánát találtak. Az árrendőrök lakásaiban pedig polisz feliratú igazolványokra, jelvényekre, bilincsekre, játék- és gázriasztó fegyverekre bukkantak. A nyomozás során a rendőrség szakemberei eljutottak a kábítószer termesztőjéhez is. Csökken az üzemanyagok ára, szerdán a MOL bruttó 2 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 3 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát, így a benzin literenkénti átlagára 397 forintra, a gázolajé pedig 405 forintra mérséklődik. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 3. kerületben, a baleset a Batthyány utca és a Mátyás Király út sarkán történt hétfő délelőtt. Egy ember sérült meg könnyebben, őt a mentők kórházba szállították. A tűzoltók segítségével tudott csak lejutni a magasból egy toronydaru kezelő. A férfi egy Fáji utcai építkezésen dolgozott, amikor rosszul lett. A tűzoltók kötélbiztosítás mellett a toronydaru létráján kísérték le a magasból a szerencsétlenül járt embert, akit miután épségben lejutott, a mentők kórházba szállítottak. Egészen őszig kerékpáros rendőrök járják a hegyvidéket, nem csak a bűnözők elfogásában segítenek,
de ha kell, útbaigazítást is adnak a turistáknak. A biciklis rendőröknek a helyismeret mellett megfelelő fizikai állóképességre is szükségük van, gyakran akár több 10 kilométert is megtesznek, ráadásul mindezt emelkedőkkel teli hegyvidéki terepen. Látható rajta, hogy fel van matricázva, rendőrség és polisz feliratokkal, valamint van egy hátsó doboz, ahol azokat a szolgálati felszereléseket vagy ügyiratokat tesszük, amit nem tudunk magunkra tenni, hogy ne hagyjuk el. Speciális matrica és felszerelés, így néznek ki a 12. kerületi rendőrkapitányság kerékpáros rendőreinek eszközei. Egészen őszig rendszeresen lehet velük találkozni a hegyvidék különböző pontjain. Én azt vettem észre, hogy azt tapasztaltam, hogy így örülnek neki, ha látnak minket. Farkas Zoltán főtörzsőrmester egyike azoknak a rendőröknek, akik idén-nyáron is biciklis járőrként segítenek a rendfenntartásban. Ő és kollégái naponta akár több 10 kilométert is megtesznek, amihez megfelelő erőlétre is szükség van. A hegyvidéki önkormányzat támogatásával 4 éve jelentek meg az első kerékpáros járőrök, akikkel főként a Normafánál, a Városmajor Parkban, illetve a Gesztenyés kert környékén találkozhatnak a kerület lakói. A kerékpáros járőrszolgálatot azért indították el, mert több olyan terület is van, amit autóval egyáltalán nem, vagy csak nehezen lehet megközelíteni. A járőreinek a feladata az tulajdonképpen nem tér el az egyéb rendészeti feladatoktól, tehát itt a legfőbb feladatok a közrend és a közbiztonságnak a fenntartása. Ami előnyös nyilván ezen szolgálati ág forma által, az, hogy a nehezen megközelíthető helyeken, ahol gyalogutak vannak, kerékpárutak vannak, erdei ösvények vannak, ott nagyon könnyen meg tudják és nagyon gyorsan meg tudják közelíteni a kollégáink azokat a helyszíneket, ahol esetleg segítséget kérnek, vagy bármilyen intézkedésre van szükség. Valamint természetesen ezeken a területeken a nyári időszakban megnövekszik ugye az idegenforgalmi létszám is, az odalátogatóknak a száma azért elég erősen növekszik, így felvilágosítást nyújtanak, segítséget nyújtanak az embereknek, útbaigazítják őket. Nyáron persze nem csak a rendőrök használnak bicikliket. Stanyó István rendőrkapitány éppen ezért felhívta a figyelmet arra, hogy tovább folytatódik a kerékpár regisztrációs program a kerületben. A kezdeményezés a bicikli lopások megelőzésében és az ellopott kerékpárok megtalálásában is hatékony segítséget nyújt. A biciklikre egy speciális matricát ragasztanak fel, valamint UV-festékkel készült pecsétet is elhelyeznek rajtuk. A járművek adatai pedig bekerülnek egy nyilvántartásba. Akkor, hogyha valakinek eltulajdonítják például a kerékpárját, és nem találja már az iratait a kerékpárnak, valamint nem áll rendelkezésére az adott pillanatban, akkor ezt a hatóság tudomására tudja hozni azzal, hogy közlő kerékpár regisztrációban részt vett, és így a nyilvántartásban mi ezt le tudjuk hívni, így az egyedi azonosítója alapján tudjuk keresni a kerékpárt, mint bármilyen más jármű, tehát be tudjuk azonosítani a kerékpárt, hogyha azt megtaláljuk. Regisztrálni keddenként a 12. kerületi rendőrkapitányságon, illetve minden páros hét szombatján a Normafánál lehet. Ezen a héten a főváros 9 kerületében értják a szúnyogokat, többek között Óbudán és Újbudán is védekeznek a vérszívók ellen. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a repülőből permetezett szer sem emberekre, sem állatokra, sem pedig a növényekre nem jelent veszélyt, és néhány óra alatt lebomlik. A központi szúnyoggyérítés mintegy 3 hónapja zajlik, eddig 910 települést érintett, amely során 431 000 hektáron permeteztek a szakemberek. Kedden is erős UVB sugárzásra lehet számítani, a bőr akár 15-20 perc alatt is leéghet. A szakemberek éppen azért azt tanácsolják, hogy délelőtt 11 és délután 15 óra között senki se tartózkodjon hosszabb ideig a napon. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!